2003. április 8-án most következik egy másolat 1984. júniusából egy beszélgetésem Máté Péterrel a leendő Bombasiker album ügyében. Jó napot kívánok, Vas Gábor volnék. Jó napot kívánok. Máté Pétert keresem. Egy pillanat. Köszönöm szépen. Tessék. Gábor vagyok, szervusz, Péter, Vas Gábor. Nem az Gabikám. Ne haragudj, nem zavarni akarlak, de tudom, hogy ott talállak, és nagyon szépen megkérdezném, hogy kaphat a számát a kedves új darabodnak. Mondta Gábor, hogy hát hajlandó vagy velünk dolgozni, és én szeretném hát forgalomba hozni őket. Én nagyon megköszönöm neked. Azt fogjuk csinálni, hogy én bemegyek az operedbe csütörtökön fölvenni a különböző róvékat a felvételekért. Igen. És akkor, várjál, beírom a naptáramba, hogy akkor kikérem azokat a partitúrákat ott a kottatárba. Az a legokosabb, persze. Mert én azt is mondanám neked, hogy leírom, de annyira nem tele vagyok már, és a hétvégén elutazom, Hoffman hogy beviszem a part. Hoffman dönti ezt megcsinálja. Ugye ott nincs változás, úgy jó, ahogy ott van. Igen. Értem. Tudnék, lesz újévi albumunk, és egyet legalább, de esetleg kettőt oda is be tudok tenni. Tehát egy kicsit olyan rangosabb publikációval, nem csak újdonságokba szólnak. Nagyon köszönöm. Úgyhogy a Sarlós főnök hívta a figyelmemet fel rá, hogy egész precíz legyek. Aztán Knis Gábor is mondta, hogy már tárgyaltatok. Nagyon szépen kérem, hogy juttasd el, én gondosan visszajuttatom neked. És nekem kell akkor már Gabikám, hanem azt majd az operetnek, mert már nem leszek itt van nyáron. Ja, értem, a színháznak visszaküldöm akkor. Jó a viszony a Keszler kollégával, úgyhogy nagyon-nagyon örülnék, ha ezt megcsinálnád. Én is örülnék, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, is most nem is akarlak zavarni. Köszi Gabikám, akkor beviszem a hétbe. Egyet apróságot, benne van abban a szöveg a partitúrában? Benne. Be van írva, és ez egyáltalán tudom, hogy te gondos vagy, tehát nyugodtan támaszkodhatunk rá. Nem kell fölvételt várni, nem kell semmit, úgy, ahogy a partitúra van, úgy mehet. Igen, igen. Jó van. Annyi kérésem lenne a... Hogy mutassuk meg majd? Nem is az, hogy nem leszek itthon, hanem időként történt olyan, ami nem nagy katasztrófa, hogy úgy lett kimásolva a partitúrából, hogy a gitár volt a jobb kéz és a basszus a bal kéz. Igen. Szóval nem jó, mindig a zongora a mérvadó. Értem, legyen a zongora a... Értem. A zongora az legyen a direktíva. Feltéve, ha nem nagyon mákos, mert aztán van benne egy pár kiírt erős mák, az nyilván nem kell bele. De hát ez rád bízom, hát ezt te tudod. Igen, persze részben, ilyen részben a Dönci ezt a populáris egyszerűsítéssel megcsinálja, hogy minden benne legyen, de nem legyen túlságosan zavaros, szóval ne legyen túl nehéz. Igen. Engedd meg, hogy most téged ne zavarjalak, és várom szeretettel akkor a küldeményt. Köszönöm, Gábokám, beírom. Ott a 8. emeletben az Ilikének lehet leadni, ha valaki. Ilinek, igen. Okay. Köszönöm nagyon. Köszi. Minden jót, szavaz.